Egy mostanában történt szenátusi meghallgatáson a Facebook egy korábbi alkalmazottja leleplezte, hogy az óriás cég tudatosan gerjeszti a megosztottságot, és hamis információkat terjeszt a nagyobb profit céljából. A platformon zajló viszálykodások családi és baráti kapcsolatok felbomlásához vezetnek. Egyre többen javasolják, hogy a hívők józanabbul használják az online teret. A 2020-as elnökválasztástól a George Floyd halála miatti zavargásokon át, a COVID körüli vitákig a hívők is a közösségi médián informálódtak és adtak hangot a véleményüknek. De milyen áron? Az internet, aminek pont az volt az eredeti célja, hogy összehozza az embereket, úgy tűnik, hogy éppen az ellenkezőjét idézi elő. Az a Facebook, amit ma ismerünk, szétszakítja a társadalmunkat. A Facebook volt termékmenedzsere Francis Haugen a 60 Minutes című műsorban és a szenátusi bizottság előtt tárta fel, hogy a közösségi média óriás miként manipulál, hogy minél több dühöt gerjesszen. Minél több tartalmat fogyasztunk, annál több pénzt keres a Facebook. Az emberek szeretnek olyan dolgokat, ami érzelmi reakciót vált ki belőlük, és minél több dühöt gerjesztünk bennük, annál többet reagálnak és több tartalmat fogyasztanak. Ez a düh még a keresztények közötti kapcsolatokat is megmérgezi. Ott van például a két azonos gyülekezetbe járó nő esete. Elég volt, hogy különböző tartalmakat osztottak meg a Facebookon a választásokkal és a BLM mozgalommal kapcsolatban ahhoz, hogy véget érjen az egyébként sok éves barátságuk. Ez rávilágít arra, hogy politikai és egyéb nézőpontok felülírják a békesség és megegyezés bibliai szabályait. Matt Ward a georgiai Thompson város baptista gyülekezetének segédlelkésze. Szerinte ez a megosztottság rámutat, hogy mennyire mérgező tud lenni a közösségi média. Látom a hatásait a barátaimon, a gyülekezeti tagokon, hogy hogyan érzik magukat tőle. Daniel Darling, a Way with Words című könyv szerzője egyetért, és azt látja, hogy egyes keresztények inkább gerjesztik az efféle modortalanságot. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az emberek, akikkel dolgunk van, nem csak avatárok, nem csak pixelek, hanem az Isten képmására teremtett húsvér emberek. Úgy tűnik, hogy mintha efelől elfeledkeznénk, amikor felmegyünk a netre. Emiatt aztán még a keresztények is pont olyan durvák lesznek, mint bárki más. Miután egyháztagokkal elbeszélgetett erről, előállt egy hasznos javaslattal, hogy a hívők hogyan kezeljék a neten töltött idejüket. Számos gyülekezetben vannak előírások a munkatársaknak, amit követniük kell a közösségi médiában. Szerintem hasznos lenne egy ilyen a gyülekezeti tagok részére is. Ward elismeri, hogy a javaslatát nem lehet általánosan mindenhol alkalmazni, de arra serkenti a pásztorokat, munkatársakat és egyháztagokat, hogy befolyásukat a közösségi médián bibliai értékek tükrözésére használják. Ha keresztény vagy, akkor mindig keresztény vagy. Jézus Krisztus követője vagy az interneten is. Megpróbálom szavakba önteni ezeket a bibliai elveket, mint például, hogy légy őszinte, legyél megengedő. A szelíd válasz lenyugtatja a haragot. Ne gerjesz vitát. Ezen kívül azt is javasolja, hogy hirdessük az evangéliumot, legyünk kedvesek, udvariasak és tisztelettudók, és hogyha úgy alakul, jöjjünk le az internetről. Hogy elkerüljük a vitát, ne nyomjuk meg a küldés gombot, és ne válaszoljunk vissza. Darling szerint Krisztus követői számára életbe vágó, hogy amikor csak lehet, fenntartsák a békességet. Nem segít, amikor a keresztények úgy reagálnak, hogy hát ezzel nem értek egyet. Ezzel igazából megtámadja azt a szemét, aki valami mellett érvel. Ennek ellen kell állni. Az is érdekes, hogy a netes életünk minősége egyenes arányban áll az offline életünk minőségével. Az, akinek vannak spirituális elvei, aki világosságban jár, akinek jó baráti kapcsolatai vannak, aki egészséges, kiegyensúlyozott keresztény életet él, máshogy fog reagálni az online térben is. Ezzel együtt nem azt mondja, hogy napjaink fontos kérdéseiben ne nyilatkozzanak meg a keresztények. Hiszem, hogy igenis határozottan beleszólhatunk a minket érintő témákba, igenis álljunk ki az igazság mellett, amiben hiszünk, sőt, lehet tüzes adok-kapok vitákban is részt venni. Igazából nem az számít, hogy kimondjuk az igazságot, hanem az, hogy hogyan mondjuk ki azt. Eközben a Facebook olyan programokon dolgozik, ami megóvja a tiniket a káros tartalmaktól, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csökkentsék az őket elérő politikai tartalmakat. Charlene Aaron, CBN News. Ezek bölcs szavak mindannyiunk számára.
Ne felejtjük el, hogy az online térben is keresztények vagyunk. Ne tévessze meg az anonimitás illúziója. Mindennel, amit teszünk, Jézus személyét kell visszatükröznünk. Mondok egy másik nézőpontot is, egy nagyon aktuálisat. Vegyük észre, hogy manipulálnak minket. Mind emlékszünk arra, amit a Facebook tett, amikor adatokat adtak ki társadalomtudományi intézeteknek és pszichológusoknak. És hogy maguk is szociológusokat és pszichológusokat alkalmaznak, mivel manipulálni akarják az algoritmusukat. Számtalan kísérletet végeztek azzal kapcsolatban, hogy megpróbálják befolyásolni az emberek hangulatát, akik a Facebookot használják azzal, hogy mi kerül be, és mi nem kerül be a hírfolyamukba. Fel is ismerték az emberi természet egyik sajátosságát, miszerint hajlamosak vagyunk azzal foglalkozni, amiről úgy gondoljuk, hogy fenyeget bennünket. Ez egy beépített, a természetünkbe kódolt dolog. Ha többféle tartalmat mutatnak nekünk, fel tudnak rázni, és rávenni, hogy odafigyeljünk, és fenyegetésnek éljük meg, és ezzel több pénzt fognak keresni. Ismerjük fel, mire akarnak rávenni minket, és nem csak a Facebook. Emlékezzenek csak az Obama kampány idején nyilvánosságra hozott jelentésekre 2008-ban, és hogy hogyan terjedt át mára minden kampány a közösségi médiába. Itt is a pszichológiára építenek. Hogyha fel tudják dühíteni az embereket, fel tudják zaklatni, akkor valószínűbb, hogy elmennek szavazni. Vagy nézzék meg a televíziós hírműsorokat. Emlékszünk a kábeltelevíziós csatornák műsoraira, amiket azért készítettek, hogy vitákat rendezzenek. Meghívtak egy liberális és egy konzervatív felet ugyanabban a műsorba, akik egy idő után kiabálni kezdtek egymással. Ott a két vendég, akik üvöltöznek egymással. Kap a néző bármilyen információt? Azt hiszem, igencsak megkérdőjelezhető az információ értéke. Viszont megpróbálja felzaklatni a nézőket, feldühíteni őket. Minek hatására még több ilyen műsort megnéznek. Amikor rájövünk, hogy manipulálnak, legyen az első lépés, hogy úgy döntünk, talán nem is kell ezt vagy azt megtennem. Érdekes, hogy amikor láttam egy online műsort, amiről Terry is beszélt, elkapcsoltam. Nem akarok ma dühös lenni, nem akarom felhúzni magam. Legyen ez a jelmondatuk, nem akarok ma dühös lenni, nem akarom ezt. Szeretnék jó dolgokra gondolni, amik igazak, jó hírűek. Azon akarok gondolkozni, amit Jézus tett értem. Szeretnék só és világosság lenni a mai kultúrában. Ha ezt teszem, nagyszerű dolgok fognak történni. Átalakíthatjuk a saját kultúránkat. Nem tetszik a mostani megosztottság. Én olyan Amerikában nőttem fel, ahol nem törődtünk azzal, hogy ki melyik elnök jelöltre szavazott. Ha valaki demokrata, szuper. Ha republikánus, szuper. Élvezze az életét, vagy amivel épp foglalkozik. Minden rendben. A nap végén mind amerikaiak vagyunk. Hát nem lenne nagyszerű visszatérni ahhoz a kultúrához, hogy egy nemzet vagyunk Isten előtt. Ne csak törekedjünk erre, éljünk is e szerint minden nap.